Egy egészségsátor került fölállításra most a nyárádnak alkalmából. Hogy jutott hozzá a mezőnyárád ehhez a lehetőséghez? A Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezete adott lehetőséget a vöröskeresztes tagsággal az alapszervezetek számára, hogy pályázhatnak, és amennyiben sikerül a pályázatot megnyerni, akkor különböző összegekkel hozzájárul ahhoz, hogy ilyen egészségnapok vagy egészséggel kapcsolatos dolgokat tudjanak rendezni, és ezzel nagy tömegeket tudjanak megmozgatni, hogy minél több ember számára elérhető legyen, és tájékoztassuk őket arról, hogy az egészséges életmódot minél előbb be tudják vezetni, hogy úgy mondjam a háztartásukba. Szűrővizsgálatokat is tudnak végezni, vásároltak itt egészséges étkezéssel kapcsolatos dolgokat. Mit sikerült megvalósítani, és hogy álltok most per pillanat, mekkora az érdeklődés? Elmondhatom, hogy közel 70-en jelentkeztek eddig szűrővizsgálatra, és egy 2 óra hossza óta készítjük ezeket a vizsgálatokat. Melyek azok a szűrővizsgálatok, amit igénybe lehet venni itt a sátorban? Igyekeztünk a lakosság körében elterjedt betegségeket szűrni, így például a magas vérnyomás, illetve a cukorbetegségeknek a kiszűrését. Ez egészségügyi dolgozók felkérésével végezzük itt a sátorban. Emellett diétás tanácsokat, szóróanyagokat, prospektusokat tudunk a kedves látogatók számára átadni. Melyek azok a korosztályok, amelyeknek ajánljátok ezeket a vizsgálatokat, akiket különös sem vártok ide a sátorba? Hát a szűrővizsgálatunkat szívesen elvégezzük minden megjelentnél, nemre vagy életkorra függetlenül, tehát nem tartjuk be ezeket az előírásokat. Minden érdeklődőt szeretettel várjuk, hisz az érték, az egészség, gondolom mindnyájunk közkincse. De van olyan korosztály, aki frekventáltan érintett hasonló dolgokban? Hát a felnőtt korosztály nyilván 40-50 év után jönnek ezek a betegségek. Ehhez tudunk étrendi útmutatásokat adni, szóróanyagot, tehát egy felvilágosítással egybekötött tanácsadást is szeretnénk itt a lakosság körébe elvégezni.